Elkezdődött a karácsonyi húsvásárlás, ajándékdíszek, megújulnak a tiszatavi utak, kobakcsalogató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 17-én 18 óra 5 perckor. Elkezdődött a karácsonyi vásárlás a húsboltokban is. Deák Ferencnével beszélgettünk a tapasztalatairól és az árakról. Mint megtudtuk, a vásárlói körében keresettek a varonfi félék, a sertés és a marha is. Közkedvelt a kacsa, a pulyka, a csirke, a tanyasi gyöngyös, a hízott egész kacsa és a kacsamáj, de az egész pulyka is. Karácsony már az adventi időszak, az már teljesen a karácsonyra való készülődésről szól. Ilyenkor már mindenki gondolkodik rajta, hogy mi is kerüljön az ünnepi asztalra. Hát nálunk évről évre visszamenőleg látjuk a vásárlóinkat, hogy mik a kedveltebbek és mik a keresettebbek. Most inkább nagyobb irány fordul ugye a baromfira. Sertés is, marha is, de azért javarészt inkább a baromfi. Közkedvelt a kacsa, a pulyka, a csirke, tanyasi féleségekből is nagyon sok mindent kínálunk, a gyöngyös, a hízott egész kacsamájjal. Ezek mind olyan kedveltek, egész pulyka, van, aki egész pulykát tölt, van, aki csak daraboltan, vannak minden családnak, ugye megvan a kedvenc része, hogy mit szeret, és hát ilyenkor tulajdonképpen, ami nagyon, de nagyon kuriózum, például a kacsamáj, a libamáj, ahhoz egy kis zsiradék, és akkor utána már ezek már mindig, amikor adva vannak, de már keressék, igen, elindult a karácsonyi bevásárlás. A jelen viszonyok között is arra törekednek a családok, hogy a szülői, nagyszülői ízek jelen legyenek, itt ha nem is tudnak a családdal összeülni, de a kedvenceket elkészítik és eljuttatják egymáshoz. Kevesebbet nem vásárolnak. Én most azt tapasztalom, figyelem a vásárlóimat, hogy akik, ha véletlenül felkészülnek arra a vásárlók, hogyha nem is tudnak a családdal összeülni, de vannak olyan kedvenc készítmények, ami ugye a nagymama és az édesanyáknak a konyhájából kerüljön ki, és akkor vagy küldik, vagy érte jönnek, tehát valami úton, módon mégis meg fogják oldani, akár egy töltött káposztát, amit ugye el lehet készíteni, hogy azért a családi ízek ott legyenek a gyerekeknek is az asztalán. Az ünnepi asztalra sok helyen hagyományos húsleves készül, akár tyúkból, gyöngyösből, de az orjaleves is népszerű. Mivel gyöngyöst ősztől, ugye a gyöngyösök általában őszre érnek be, és akkor kerülnek levágásra, és tehát ősztől karácsonyig azért, hogy egész évben nem fogyasztanak gyöngyöst, ilyenkor felkerül az ünnepi asztalra, viszont van, aki ragaszkodik a tyúkhoz. Van, aki orját szeret főzni, van, aki a karácsonyi ünnepeket tulajdonképpen egy disznótorossal üli meg, mert náluk az a szokás, de szeretik a gyöngyöst. Igen, ilyenkor népszerű. A sertés és baromfi hús árak nem nőttek, van, ami a tavalyhoz képest alacsonyabb is. Egyedül a kacsa bőrös zsiradék tekintetében volt kis áremelkedés. Én azt látom most sertéshús tekintetében, hogy nem drágább, mint a tavalyi év, sőt inkább mérsékelt. Igen, pont azt néztem az áratot az előbb a bőrös filmben, azt mondja, hogy azt szerintem olcsóbb, mint tavaly. Olcsóbb, mint tavaly. A baromfinál meglepően vártunk egy kis áremelkedést, és nincs áremelkedés se pulyka, se kacsa viszonylatában. Figyelemmel kísérjük, hogy változik esetleg hétről hétre. Ami egy picikét változott a kacsabőrös zsiradék tekintetében, az egy picikét drágább, mint a tavalyi árhoz képest, de a darabolt része az viszont nem. Nagyon sok családnál a kocsonya is hozzátartozik a karácsonyhoz, ehhez is van a boltban vegyes kocsonya csomag. Karácsonyra mindenféleképp nagyon sokan főznek kocsonyát, aki nem karácsonyra főzi, megfőzi szilveszterre. Szerintem az egy örök sláger.
Igen, készülünk mi is, mert vannak vegyes kocsonya csomagjaink, vagy éppen perzselt körömfül, farok hozzá valók, kedvelt. Igen, ugye hideg van, disznótoros időszak van, és ilyenkor már meg is kívánják az emberek, hogy esetleg ünnep nélkül is megfőzik. A szilveszteri bevásárlás még nem kezdődött el, most a karácsonyra koncentrálnak a vevők. Én azt látom most még, hogy óvatosan a karácsonyra koncentrálnak az emberek. Ugye nem tudjuk, hogy mi vár ránk szilveszterre. Szilveszterről még, tehát még nem érkeznek be, nem mondják a vásárlóink, hogy lesz egy jubeles roppanos virsli, vagy éppen egy bőrös malac. Nem. Most még nagyon rövid távon gondolkodnak. Most a karácsonyra koncentrálunk. Kíváncsi leszek a szilveszterre nagyon. Megváltozott munkaképességű munkavállalók által újrahasznosított alapanyagokból kézzel készített ajándékszíveket adományoztak Karcag városának, amit Szepesi Tibor polgármester vett át a városháza előtt. Országszerte egyre több kezdeményezés indult a járvány ellen küzdőkért. Ezek közül az egyik a Tegyél ki egy szívet kezdeményezés világszerte. Az egyik szimbolikus hálaüzenet azoknak, akik nap mint nap erejükön felül küzdenek a koronavírus ellen. Adományt kaptunk, amely a város karácsonyfáját fogja díszíteni a közeljövőben, és ezt nyilván szeretnénk majd igénybe venni, mivel ilyen pici ajándékokról van szó. Az óvodások segítségét, egy picit őket is belevonni a karácsonyi készülődésbe. Egy adomány valóban, ahogy az előttem szólók is elmondták, és ahogyan átvettem én is ezeket az ajándékokat. Egy olyan cégtől kaptuk, a Prohumán Kft-től, aki hátrányos helyzetű vagy csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, tehát a szociális területen végez hatalmas munkát, hiszen olyan embereket próbálnak bevonni, akik valószínűleg a munkaerőpiacon egyébként nem tudnának elhelyezkedni. Az ő felajánlásuk azért is nagyon jelentős, hiszen gondolva a saját tapasztalataikból, elsősorban az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozók óriási munkáját szerették volna ezzel megköszönni, és ezt a köszönetet ilyen tárgyasult formában mindenki számára láthatóvá téve a fenyőfára, a Karcagváros karácsonyfájára fölhelyezni, ezzel is jelezve azt, hogy valóban óriási munkát végeznek azok, akik a frontvonalban, elsősorban az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgoznak. Köszönöm én is innen is a munkájukat. Tiszteletüket és nagyra becsülésüket szeretnénk kifejezni mindenki felé, akik ezekben a nehéz időkben is értünk dolgoznak, többek között az egészségügyi és a szociális dolgozóknak, a kereskedelmi dolgozóknak, az áru és személyszállításban dolgozóknak, rendőröknek, tűzoltóknak, katonáknak, postásoknak és még sokan másoknak. Ők azok, akik nélkül ez a helyzet semmilyen módon nem lenne megoldható. Az ő munkájuk teremti meg a lehetőséget a családunk és szeretteink egészségének, biztonságának, folyamatos élelmiszer ellátásának és meg annyi életbe vágó szükségletünk kielégítésének. Bár lehetetlen ilyenkor mindenkit felsorolni, de a hálának és a Prohumán cégcsoport üzenete valójában mindenkinek szól, aki a közösségért tesz és dolgozik. Több útszakasz is megújult a Tiszatónál. A régió kiemelt turisztikai célpont térségünkben. Elengedhetetlen, hogy a települések és a turisztikai célpontok könnyebben megközelíthetőek legyenek. Üdvözlöm Evkovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőit. Melyek azok az útszakaszok, amelyek a térségben, a Tiszató körül az elmúlt időszakban megújultak, amelynek ma volt a bejárása? Most a mai napon műszaki bejárást hajtottunk végre. Az év végén elkészült újabb útszakaszok tekintettük meg. Megnéztük a Tiszarofi útszakasz, ez a leghosszabb teljes útburkolati megújuláson keresztül ment út, majd Abátszalók Tiszabura felőli részén, majd Tiszadersi felőli részén egy kisebb szakasz újult meg teljes mértékben, majd megint egy nagyobb útszakasz Tiszaderzs és Tiszafüred között. Én azt gondolom, hogy folyamatosan haladunk, még mindig vannak rossz állapotban, gyenge állapotban lévő útszakaszok, de azt gondolom, hogy néhány éven belül utol fogjuk érni magunkat, hiszen több évtizedes elmaradást nem lehet egyik évről a másik megvalósítani, de azt gondolom, hogy aki itt közlekedik a térségbe, az látja azt, hogy egyre több út és útszakasz újul meg.
Milyen forrásból történik a megvalósulása, vagy történt a megvalósulása ezeknek az útszakaszoknak? Ez mind a két forrás, a közútnak a forrása és a Magyar Falu programból megújult útszakaszok is, magyar állam, tehát nemzeti forrásból újultak meg. Ezek nem új, uniós pályázatok, hanem magyar nemzeti forrásból létrejött pályázatok. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy már nem csak az Európai Uniós forrásokra tudunk támaszkodni, hanem hazai, a magyar gazdaság ki tudja termelni azt, hogy utakat újítsunk fel magyar gazdasági forrásokból. A Nemzeti Tehetségprogram keretében Kobak csalogató címmel pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Hazai és Határon Túli Óvoda Tehetség Kibontakoztató Programok Támogatása című NTP-OTKP-19-00093 pályázati azonosító számon szereplő Kobak csalogató elnevezésű nyertes pályázat 2019. október 1 és 2020. december 31-e között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 800 ezer forint. A pályázati programban az óvoda kobakcsalogató logikai-matematikai tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel, Posztosné Kovács Éva tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja egyéni érdeklődésnek, szükségleteknek megfelelő tevékenységek, változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása, készjátékok, táblajátékok, képkeresők alkalmazása, amelyek fejlesztik a logikus, kritikus és kreatív gondolkodást. A műhely munka során olyan élménynyújtó tevékenységet biztosítunk a gyermekek számára, amelyek az intellektuális érzelmek kíváncsiság, alkotási felfedező vágy, öröm, sikerélmény gazdagítását szolgálják. A logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával és konkrét tapasztalatok szerzésével a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulják és gyakorolják a tehetségígéretes gyerekek. A gazdagítás a tehetségfejlesztő műhely munka legmeghatározóbb eszköze. Ennek keretében a tehetségígéretes gyermekek adottságainak megfelelően folyamatosan új ismeretnyújtása, problémahelyzetek állítása a tehetség kibontakoztatása érdekében. Egy-egy projekt végén olyan programok szervezése, amelynek során a gyermekek a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazzák, kiemelkedő adottságaik elmélyülnek és magasabb szintre jutnak. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt. Kirándultunk a Kun emlékhelyhez, a különböző irányba tekintő kőszobor Györfi Sándor Munkácsi díjas szobrászművész alkotása. Elmentünk a Zádor hídhoz is. A régi időkben a híd körül a lápokban, a nádasokban vízi madárparadicsom volt. Tapasztalatszerzés közben beszélgettünk a vízi élővilágról, a folyószabályozásról, a természet védelméről. Megtekintettük a morgó csárdát, a betyárok búvóhelyét. A gyermekek nagy érdeklődéssel voltak jelen ezeken az alkalmakon. A gyermekeket a szülők hozták el a Kun babákhoz és a Zádor hídhoz. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!